Innentől kezdve ugye pont a bőrtünetek. Akinek nincs pikkelysömör, az egy genetikailag meghatározott betegség. De akinek nincs erre genetikai hajlama, annál kialakulhat ekcéma, vagy a legenyhébb esetben bőrszárasság, különösen a lábszárokon. Tudod, mikor írtam először, vagy 25-30 évvel ezelőtt írtam, hogy a lábszár külső részén száraz, pergős a bőr, akkor az, hogy na ez a marha természetgyógyász, hogy meri beleütni az orrát a bőrgyógyászati dolgokba? Kérjük be egy kis A-vitaminnal, legjobb esetben, vagy majd egy kis szteroiddal. Szóval esze megáll az ember, végre most már ott tartunk, de van egy sokkal komolyabb dolog, mint a pszoriázis. Hölgyeim és uraim, és már mindjárt a főorvos úr is rá fog erősíteni. Amikor rendetlenség van a belegben, kialakul a szivárgó bélszindróma. Nem menjünk mélyen bele, hogy és mint. Egy csomó toxikus anyag megjelenik a vérben, és innentől kezdve az autoimmun betegségek regimentje jelentkezik. A homloküreggyulladás, arcüreggyulladás, hallójáradgyulladás. Ezt már milliószor elmondtam, de mindig vannak új nézők. Szemorrea az orrszárnyakon, a szemöldökön, az állkapocs szögletén, ez a vastagbélhez tartozik, ez itt a vékonybélhez tartozik. Az egész testen a száraz bőrűség, a tenyéren és a talpon, úgy mondjuk orvos, hogy voláris és plantáris diszidrózis. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett vékony bél-vastagbél találkozási hely és a végbél környékén gyulladásos folyamatok vannak. Ülőgumón megvastagodik a bőr. A térden meg a könyökön megjelennek a pszoriátikus tünetek, a hajlatokban az ekcémás tünetek. Esze megáll az emberek, kicsi gyereknek adják a különféle szteroidos kenőcsöt, és azt mondja, hogy hát ez a pistike, ez nem akar reagálni a kenőcse. Anyuka, kénytelenek vagyunk így fejedelmi többesbe megemelni a szteroid adagot. Szóval egyszerűen az emberek az esze megáll, hogy nincs analizálás és szintetizálás, hanem ott megkérdezik, mondj már anyuka, mit eszik? Szopik a gyerek? Igen, szopik. Mit eszik? Mi megy át a tejbe? Szóval te, mint gyerekgyógyász akkor most látom, akkorákat bólogatsz, mondjuk, hogy na. Szóval főorvos úr, ez lényegesen több dologba segít a galmet, mint el tudjuk képzelni. Hippokrátesz ősapánk elmondta, hogy a halál a belegben rakozik.